Szombaton délelőtt már a messze... Szinte nincs olyan labdarúgást szerető ember a világon ma, aki ne hallott volna Dani Alves banánevéséről és az ezt követő kampányról. A DVTK keretében régóta szerepelnek színes bőrű játékosok, közülük sokan váltak közönségkedvencé. Sajnálatos azonban, hogy a világ stadionjaiban továbbra is jelen van a rasszizmus, ezért a Diózsör labdarúgói úgy döntöttek, szeretnének valamilyen formában ők is csatlakozni a mozgalomhoz a szerdai DVTK FTC Liga Kupa mérkőzés előtt. A diósgyőriek első gondolata az volt, hogy a Ferencváros játékosait is megkérjék, tartsanak velük és tiltakozzanak együtt ilyen formában is. A felkérést a fővárosi zöldfehérek örömmel fogadták, hiszen a két csapat játékosai ellenfelei, nem ellenségei egymásnak. A találkozóra kivonuló két csapat játékosai egy-egy banánnal a kezükben sorakoztak fel a kezdőrugás előtt, majd összeálltak egy közös fotóra is. A játékosok kifeszítettek egy molinót, melyen Magyarország két legnagyobb szurkolótáborral rendelkező klubjának címerei és a We Are All Monkeys felirat szerepel. A Diósgyőr és a Ferencváros a Magyar Labdarúgó Szövetséggel közösen bízik benne, hogy ez az akció is segít abban, hogy a fajgyűlölet és a rasszizmus minél jobban visszaszoruljon a hazai lelátókon is. Az egyik kupadöntőbe a Ferencváros kiverésével már bejutott a DVTK. Kíváncsiak voltunk arra, Szivis Tomislávban milyen érzések kavarognak. Bárkinek előfordul, hogy kapja pofon, csak ritkán egy ilyen olyan kudarc nem sok ember tud fölállni, és mikor legnehezebb mutatni, hogy igen, itt vagyunk, dolgozunk, igyekezünk, próbálkozunk. Első döntőt hoztunk Miskolcra sok év után, ez egy öröm. Megpróbálunk másikat is, és mindig mondtam, hogy vége fele számoljunk az egészet, az, hogy ne értékeljek minden meccs után a szezont. De viszont fogok értékelni a szezont vége fele, biztos, ígértem nektek minden. Csak nem akarok, még 4 forduló van bajnokságban is. Van a Magyar Kupa meg, és innentől kezdve egyetlen egy csapat vagyunk, aki él 3 frontra. Azért, mert Debrecen tegnap kiesett a Liga Kupából. Nem olyan rossz érzés összességben. Hétvégén jön a következő feladat. Kiki mérkőzést játszunk a haladással. Ősszel döntetlen született a szombathelyi mérkőzésen. Most egyik csapat sem elégedhet meg az egy ponttal. Hát most jelen pillanatban nekünk koncentrálni kell vasárnapra 3 pontra. A haladás ellen, ami nagyon nem lesz egyszerű, nagyon, de ott is akarunk lenni végig harcba, azért mert miért nem van még 12 pont a játékban. 3 pont vagyunk dobogóról, miért nem? A Diósgyőr gólját az a Bacsa Patrik szerezte, aki a Liga Kupában immár 7 mérkőzésen szerzett 7 gólnál jár. Kíváncsiak voltunk arra, hogyan született a találat. Szélen megkaptam a labdát, aztán ott ráfordultam, ott 2 ember között elvittem, majd még 2 ember mellett talán, vagy alatt, vagy között még sikerült elvinni, aztán már ott az 5-ös sarkánál volt, amikor kapusra láttam szembe, ott még már csak lepasszoltam rövidbe. A Ferencvárost mindig jó érzés legyőzni. Okkal örülhetnek a diósgyőri labdarúgók, köztük a fiatal miskolci támadó is. Pihenni azonban nincs idő. Jönnek az újabb feladatok, melyeket meg kell oldani. Most igen jól érzem magam, azért tényleg ez a sorozat is, azért rúgtam 7 meccsen 7 gólt, meg eljutottunk a döntőig is, ami bárcsak egy Liga Kupa, sokan azt mondják, de azért nem egyszerű eljutni se a döntőig, és ez egy egész csapatnak az érdeme, hogy tényleg minden meccsen küzdöttünk, és ezt is fontosnak tartottuk, és eljutottunk idáig, úgyhogy tényleg most is, ma is csapatként működtünk. A másfél évben tényleg egy-egy után meg tudtuk tartani az eredményt, úgyhogy gratulálok az egész csapatnak. Szeretnénk javítani a bajnokságba is, és mindenféleképpen szeretnénk megnyerni a mérkőzést, ami nagyon fontos lenne, hogy tényleg ott maradjunk, elő maradjunk ott is, mert azért eddig is jól szerepeltünk a bajnokságban, és úgy gondolom, hogy fontos lenne itt a végén ott is egy lapáttal rátenni, hogy minél előrébb végezhessünk.